Hosszú évek óta a Bújtosi Városliget adott otthont a fesztivál az állatokért rendezvényének, tavaly azonban már az Erdély tornapályán várták az állatbarátokat. Idén ismét új helyszínre költöznek méghozzá a parkhotelbe. Ez bár kisebb terület, de a szervezők szerint az áramellátás itt sokkal stabilabb lesz. A programok június 29-én szombaton délután 13 órakor kezdődnek egy táncos produkcióval, majd a szokásos kutyaszépségverseny következik egy kis újítással. Három kategóriában indulhatnak a versenyzők, az állatok. Ugye az első az örökbefogadottak kategória, ezzel bíztatnánk ugye mindenkit, aki tőlünk vagy bárhonnan máshol gyepmesteri telepről fogadott örökbe, hogy nevezzen bátran. Lesz egy olyan kategóriánk, hogy ugye ezek a hátrányos helyzetű kutyusok, itt kimondottan fogyatékos kutyusok jelentkezését várjuk, tehát aki háromlábú, kétlábú, kerekes székes, vagy vak, vagy bármilyen is hiányzik, hiszen szeretnénk megmutatni az embereknek, hogy ezek a kutyák semmivel sem rosszabbak, kisebb értékűek, mint egészséges társaik. És hát a harmadik kategória a mázlisták, ugye azokat a kutyusokat várjuk, akik picikoruk óta szuper körülmények között élnek, szerető gazdival, akik sosem voltak utcán, nem tudják, hogy mi a rossz. Puller kutyás sportbemutató várja a négy lábúval érkezőket, kutya kozmetika és kutyamasszás frissíti fel a kis kedvenceket. De nem csak kutyás programokkal készülnek a szervezők. A menhelyünkön egy pár hónapja él két minnesotai törpemalac is, és ugye érdekességképpen meghívtunk egy malacbolond társaságot, akik előadást fognak tartani azzal kapcsolatban, hogy milyen tévhitek lehetnek ugye ezekkel a malacoknak a tartásával kapcsolatban. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon-nagyon sok kis malacot megvesznek úgy, hogy mini marad, de azt tudni kell, hogy ők nem maradnak ilyen picikék. Erről egy hasznos bemutatót, illetve egy előadást hallgathatunk meg. Lesz egy író-olvasó találkozó is Marton Zsófi. Ő gyakorlatilag gyógynövényekről, a kutyáknak felhasználható gyógynövényekről tart egy ilyen kis találkozót, lehet ugye vele beszélgetni, illetve kérdezni. A gyerekeket idén is habparti várja. Lesz tombola, tortavágás és a sóstózó is készül interaktív állatkertes játékokkal. A napot Nelson és Karmapirin koncert, valamint erdélyi kocsmaparti zárja. A fesztivál az állatokért programja idén is ingyenes.